Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Terika podcastja. Vendégeket köszöntetek a stúdióban. Itt van velünk Jászka Maja, illetve Szász Török Benedek. Mindketten a Lévai, Miskolci Lévai Gimnázium média szakos hallgatói vagytok. Arról fogunk most beszélgetni, hogy egy kiállítás, egy fotókiállítás nyílt most, és hát a ti műveitekből. Melyikőtök kezdi, hogy egyáltalán a média szakot miért választottad? Hát nekem onnan indult az egész, hogy kisebb korom óta nagyon szerettem fotózni. Körülbelül olyan 8-10 éves lettem, mikor megismerkedtem ezzel a műfajjal. Részben Csaba bácsi által jött az általános iskolámba úgynevezett média szakkör tartani, és hát azon keresztül tapasztaltam ki jobban magamat, a képességeimet is így a média területén. Aztán ez úgy folyamatosan megmaradt, nekem folyamatosan fejleszgettem magamat, tanultam, kutakodtam, és addig kutakodtam, amíg megismertem a Lévainak a média szakát. És hát elgondolkodtam rajta, hogy teljesen magaménak érzem, szerintem teljesen jó lenne nekem, és hát végül is így döntöttem a média szak mellett. Bejelöltem felvételi helynek, aztán felvettek, és végül is így kerültem ide. És hát gondolom akkor a média szak elvégzése után itt szeretném majd tovább tanulni, vagy tévedek? Hát egyelőre még nincsenek biztos termém a tanulást illetően, nagyon nagy kétségeim is vannak, nagyon sok minden is foglalkoztat. Milyen kétségeid? Hát először is az egyetem választással kapcsolatban van több hely, ami érdekel, vagy három. Például? Az Eszterházi, a Debrecen és a Miskolci Egyetem is mind a három nagyon vonz, de egyelőre a Miskolci Egyetem áll az én, szóval valószínű, ide fogok menni tovább tanulni. Benedek, te miért választottad a média szakot? Hát én hetedikes koromban jártam fotószakkörre Nyéklátházán, és ott már nagyon megtetszett, és igazából ez azóta így velem van az egész fotózás, és mikor megtudtam, hogy a Léveiba is van ilyen, hát nem volt kérdés, hogy oda megyek. És hát most a Lévai gimnáziumon belül a média szakon Németh Csaba tanárbácsitok, vagy óraadó tanárotok, így kell mondani, ugye itt ül körünkben. Üdvözöllek, Csaba! Szerbusz, Erika! Tehát egy kiállítást rendeztetek, mégpedig hát a diákoknak a munkáiból többek között, illetve hát a tiéd is közöttük van. Igen, ez demokratikusan osztott meg ez a történet, ugye 5 diák plusz az én képeim, és én a diákoktól azt kértem, hogy 10-10 darab képet küldjenek el nekem, amit szeretnének, hogyha kikerülne majd a falra, és utána ebből ugye összeállt 60 darab kép, mert én is közé raktam a saját képeimet, és hát azt tudni kell, hogy nem én válogattam a kiállításnak az anyagát, tehát hogyha most azt kérdezed tőlem, hogy ki a kiállításnak a kurátora, akkor nehéz megmondani, mert bár nem az én nevemen is fut ugye a kiállítás, de nem én válogattam. Nyilván a rendezőhely, a második Rákóczi Ferenc könyvtár is ugye lehetne, mint kurátor, de hát ők sem válogatták az anyagot, hanem Kecskeméten élő kedves fotoművész barátom, aki Kossuth díjas, Robert Kappa díjas, nemzetközileg ismert, elismert fotoművész volt az, akit megkértem arra egy telefon beszélgetés során, hogy van itt 60 darab kép, ami egy kiállítás anyagát képezni, ebből választom ki 25-öt, és ő egyből igent mondott erre. Elküldtem neki e-mailen ezeket a képeket, és kiválasztotta, és ebben a 60 darab képben nem volt megjelölve, hogy melyik neki a alkotója. Kiállítás 1, 2, 3, 4, 5, 60-ig tartó fájnevek voltak. Így közte volt az enyém is, hát nyilván nem ismeri ő az én képeimet, és hát el kell, hogy mondjam, és most ezt én nem szégyellem, hogy a én képeim közül 4-et választott be, és van olyan tanítványom, akinek 6 képét választotta be a kiállításra. Mi volt a téma? Tehát milyen témájúak a fotók? Igen, ez volt a nehéz dolog ebben, amikor megérkezett a 60 darab kép, akkor én ugye elkezdtem nézegetni, hogy mégis mi lehet ebből. Most megmondom őszintén, hogy én nem tudtam volna kiszedni belőle 25 képet, és nem tudtam volna egy ilyen, nyilván tehát 25 képet ki tud szedni bárki 60 darabból, de egy ilyen szintű kiállítást nem tudtam volna belőle szállítani, és ezért kellett az, hogy egy művész, egy nagy szaktekintély válogasson ezekből a művekből. Nagyon szerteágazó volt, tehát itt a fekete-fehértől a makron át a tájképig, a portréig,
nagyon-nagyon állatfotográfiáig, nagyon asztrofotóig, nagyon sok minden volt együtt. És ugye egy kiállítás az valahol megpróbál egy letisztult tematika lenni egyebek, és én, nekem erre ötletem nem volt, amikor megláttam a 60 darab képet, hogy na, ebből mit lehet kihozni. És aztán Iskander barátom válogatott, néhány nap múlva visszaküldte a képeket, és... És megmondom őszintén, én még akkor se értettem, hogy mi a koncepció. Mi a kiállításnak a címe? Azt még nem mondtuk el. Én és a tanítványok, ez a kiállításnak a címe, de hát ez nyilván nem fedi le, hogy nem utal arra, hogy mi a képi világ a dolognak. És akkor értettem meg igazából a koncepcióját a válogatásnak, amikor már a falakon láttam a képeket. Tehát Iskander arra törekedett, látva ezt a 60 darab képet, hogy eszenciálisan válasszon ki belőle olyan műveket, amelyek a legjobb portré, a legjobb természetkép, a legjobb állatfotográfia, a legjobb asztrofotó, a legjobb absztrakt kép például, és akkor ezek alkotják lényegében ezt a 25 darab képet. Majához fordulok ismételten, neked milyen képedet állították ki, és hát mi volt a témája? Nekem 4 képem került ki, ebből 2 naplemente látható, a másik 2 pedig makrofotó. És neked, Bence? Benedek. Jaj, bocsánat, Benedek. Hát nekem 3 képem került ki, és mind a 3 makrofotó. Mennyire áll közel hozzátok a fotózás? Mert azért az, hogy médiaszakosok vagytok, de a médiaszak az nem csak a fotózásból áll. Hát hozzám nagyon közel áll a fotózás, én szeretek fotózni. Igen, ezt mondtad, hogy fotószakkörös voltál. Igen. Hát így könnyű. Tehát igen. Alapokkal indultál. Hát igazából nagyon akármikor, akárhova elmegyek, és akármit lefotózok. Neked van-e valami olyan téma a fotózás területén, amire kifejezetten azt mondod, hogy ez a te területed, és ezt te szereted? Hát egyiket sem nevezném kifejezetten az én területemnek, mivel úgy érzem, hogy mindegyikben van még miben hová fejlődnöm. Még mindig tudom magamat tovább képezni, akár évekig is erre van lehetőségem, mert egyáltalán nem állítom magamat egyikből se profinak. Mostanában, ami a legközelebb áll hozzám, az a makró, de például a naplemente fotózás az mindig is közel állt a szívemhez, mindig is nagyon szerettem megörökíteni az esti tájakat, meg az eget, stb. És hát emiatt is nagyon örültem neki, hogy pont ez a 4 képem, ugye 2 makró és 2 naplementés kép került ki. Egyébként ti, mint média szakosok, milyennek látjátok ma a média világát? Melyik ötök válaszol? Benedek? Hát igazából a média világa, nem tudom, igazából elvitt mindent, ugye a tévé, tehát a írott sajtó, mondjuk annak most már így befellegzett. Befellegzett, úgy igen. Gondolod? Meg ugye most jött itt a TikTok, a tévének a én nagy riválisa, ilyen kis rövid videók. Hát nem tudom. És ti, ha égeztek, milyen területen szeretnétek dolgozni a médián belül? Hát médián belül részben a fotózást fontolgatom, másik részben pedig az újságírás mostanában az irány is egyre jobban érdekel, egyre jobban kacsingatok afelé, ha szabad így fogalmaznom, úgyhogy valószínűleg a 2 között fog eldőlni majd a jövőbeni munkám. Ezek a fiatalok, akik most média szakra járnak, mit tudsz mondani nekik, mint óraadó tanár és mint gyakorló média szakember, hogy ezt a szakot választották, ezen a területen haladnak tovább. Milyen jövőképet tudsz felfesteni a média világáról? Hát ugye ez egy érdekes dolog, én 9 éve tanítok a Lévaiba, ha csak az elmúlt 9 év változásait megnézed te is, meg a hallgatók is azért a média világába, tehát ahogy megjelentek a streaming szolgáltatók, ahogy megjelent a TikTok, ahogy a Instagram, a X vagy Twitter most ugye új néven fut. Tehát ezeknek a fejlődés, ezeknek a egymással való versengése, és ezzel szemben mondjuk az a mainstream média, amit mondjuk mi képviselünk, vagy amit mi megszoktunk és gyakorlunk, tehát a print, a papír alapú újságírás, akár az online újságírás, de nagy hírportálok, szerkesztőségeken belül, akár a tudósítói munka, akár a televíziós műsorkészítés.
ez valóban átalakuló, tehát ez az elmúlt 9 évben is rengeteget változott, tehát ők mire végeznek mondjuk egyetemen egyebek, tehát nem lehet előre megmondani, hogy mi lesz. Én egy dolgot látok, és bár én is szoktuk mondani, hogy temetni jöttünk nem dicsérni, hát nyilván én is azt látom, hogy nyilván a print média hanyatlik, nyilván a televíziózás átalakul, és azt gondolom, hogy ez a fajta lineáris televíziózás, amit ma még látunk, de már az ő korosztályuk nem lát egyébként, az is eltűnőben van. Tehát az, hogy én leülök este 7-8-kor híradót nézni, és akkor 9 órakor pedig filmet elkezdek nézni tele reklámmal, ez őket már nem érinti meg. Tehát ők YouTube-ot fognak nézni, Facebookot fognak nézni, TikTok videót fognak nézni, és streaming szolgáltatón fognak filmeket nézni. Reklámmentesen, és akkor ott, és nem feltétlenül fotelben, nem feltétlenül fotelben ülve, nem feltétlenül tévékészüléken, hanem mobiltelefonon, tabletten, bármilyen eszközön. Ez egy óriási változás. De én azt gondolom, hogy alapvetően maga az újságírás, és itt nem kategorizálnám, hogy ez rádió, televízió, vagy más ágazat az újságírásnak, maga az újságírás az nem fog eltűnni. A tartalomszolgáltatásra ugyanúgy szükség lesz. Hogy ennek mi lesz a platformja? Hogy ez egy TikTok videó lesz, hogy ez egy Instagram poszt lesz, hogy ez egy akármi új megjelenési forma lesz, de a tartalomszolgáltatásra, arra, hogy hiteles, pontos információkat adjanak, és gyorsan az embereknek, most már ugye a gyorsan szót muszáj hozzátenni, mert a hitelesség... Ez talán a legfontosabb a hitelesség. Igen, sajnos, hát a hitelesség kárára sokszor, de a gyorsaság az fontos, és ezt én azt gondolom, hogy ezt akárhogy is nézzük, ezt mindig is újságírók fogják készíteni. Tehát akiknek ehhez szakértelmük lesz, akiknek ehhez, meg kell nézni egyszerűen fotókat. Tehát egy olimpia megnyitóján ott van körülbelül 200-250 ezer ember, mindenkinek ott van a telefon a kezében, villognak a vakuk, és mégis, ha 5 év múlva rákeresel az előző olimpiának a megnyitójára, akkor a hivatalos fotókat fogod látni. Mert a mobiltelefont elhagyod, a képeket kitörled, a Facebook fiókodat feltörik, eltűnnek a képek. Ami megmarad, az a újságírók, a fotósok, a fotóriporterek által készített képek. Ezeket találod meg az interneten ma is. Tehát ebben nincs változás. És akkor térjünk vissza a kiállításotokra, tehát Miskolcon a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtárban látható ez a képkiállítás, az én és a tanítványaim. Igen, az első emeleten, ahogy felmegyünk a lépcsőn. Eddig látható? Szeptember végéig tekinthető meg most a kiállítás, és hát azt gondolom, hogy a kiállítás sikerét két dolog jelzi. Én ezt nem gondoltam volna, hogy két nappal a megnyitó után sikerről tudok beszélni egyébként. Általában ugye a kiállítás bezárása után szokta az ember értékelni, hogy akkor na, hogy sikerült a tárlat egyebek. Lényegében már tegnap azt tudtam mondani, hogy igen, sikeres a kiállítás, a foglalkozás és a kiállítás elérte a célját, hiszen mindenki, aki megszólalt és megtekintette a kiállítást, az mindenki valahol a maga sikerét látja benne. Sikerét látja benne az iskola, a tanár, a többi tanár kollégám, sikerét látja benne a kiállító kollégáknak hívom a tanítványokat, akikkel most kiállítottam. Tehát ez mindenkinek a sikere most, és én azt gondolom, hogy ez volt a cél, de legalábbis az én célom ez volt. Nem egy öncélú fotókiállítás. Nekem ez a 6. fotókiállításom, nekem volt külföldön is már fotókiállításom, tehát én köszönöm szépen, én meg vagyok, tehát az kell, hogy mondjam. Én örömmel osztottam meg ezt a kiállítást a tanítványaimmal, mert azt gondolom, hogy tehetséges fiatalok, és azt gondolom, hogy az, hogy iskolán kívül is egy közintézményben, egy olyan miskolci közintézményben, ahol naponta több száz ember megfordul, ott be tudnak mutatkozni tehetséges miskolci fiatalok, ez fontos. Az iskola pedig jól felismerte azt a lehetőséget, hogy ez a tárlat ez nem egyszeri megmutatkozásra alkalmas, hanem ebből majd egy vándorkiállítás születik, és nyilván itt a megyében, illetve az egyházkerületben ez bejárhatja még a leendő iskolásokat, a leendő lévaisokat. Figyelemmel fogjuk kísérni a kiállítást. Köszönöm szépen Hiászka Majának és Száztörök Benedeknek, a Miskolci Lévai Gimnázium diákjainak, és hát a fotókiállítás résztvevőinek, hogy itt voltatok, és Németh Csaba tanár úrnak is. Köszönjük a részvételt.
Mi köszönjük a lehetőséget.